Idősek világnapja, a város és a megye nyugdíjasait köszöntötték. Szakképzés, együttműködés, számítógépeket kaptak a bánkisok. Népmese napja, egész napos meseolvasással emlékeztek Benedek Elekre. A Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Együtt köszöntötték a város és a megye nyugdíjasait az Idősek Világnapja alkalmából. A Nyíregyházi és a Szabolcs megyei önkormányzat, valamint a helyi idősügyi tanács és megyei család esélyteremtési és önkéntes ház meghívására több százan érkeztek a nemrég újjávarázsolt Continental Arénába, hogy egy ünnepi műsorral, vendéglátással, szűrésekkel teljes kellemes délután töltsenek el közösen. A szépkorúak köszöntését a Korfa másik végén lévő kicsinyek, az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő tagintézményének néptáncosai kezdték. Nyíregyháza önkormányzata nem csak a kicsikre figyel oda, például óvodák felújításával, építésével, ovifocipályák létrehozásával, hanem az idősekre is. Ünnepi köszöntőjében Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, gyakran találkozik ezzel a korosztállyal különböző, a város által patronált témák kapcsán. Legyen szó akár szociális segítségnyújtásról, házi segítségnyújtás, tűzifa, tanyagondnoki szolgálat, akár a biztonságos, nyugodt mindennapok megteremtéséről, kamerarendszer, polgárőrség, digitális segélyhívó, vagy éppen a közösségi programokról, nyugdíjas egyesületek támogatása, Idősek és Szépkorúak Akadémiája. Itt ebben a szépen felújított arénában említhetném a Mozdulj Nyíregyháza programot is, ami tudom, hogy nagyon népszerű az önök körében, hiszen van a csontritkulás program, a mozgás segítő program, amely nagyon sokan is aktívan vesznek részt. De ehhez kapcsolódik és tartozik például egy kedvezményes fürdőbelépő, vagy éppen a karácsonyi csomag. Nem kívánom ezt most részletezni, sokkal inkább arról szeretnék beszélni, amit önök tesznek a városért. Arról, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy köztünk vannak, és hogy oszlopos tagjai a nyíregyháziak nagycsaládjának és a megyei nagycsaládjának is. A másik főszervező a megyei önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár köszöntötte a Szépkorúak társadalmát, egyben megköszönte a nyugdíjas szervezeteknek az idős közösségek összetartásában végzett munkáját. Elsősorban nekik is szeretnék köszönetet mondani, a szervezőknek, az egyesületi élet motorjainak, akik, ha már esetleg nincs is olyan közösség, olyan családi közösség, elköltöztek a gyerekek, más életi helyzetben vannak, közösséget teremtenek egy-egy településen, Nyíregyházán, de kisebb falvakban is, és így tudják, mint ahogy ezen a szép képen is látjuk, egymás kezét fogni. Nyíregyházán pedig a Szépkorúak egy különleges fórum segítségével is hallathatják hangjukat. Egyáltalán nem általános az, ami városunkban már 4 éve működik, hogy a közgyűlés határozata értelmében idősügyi tanács segíti a nyugdíjasokkal kapcsolatos döntések meghozatalát. A titkára Fintor Károlyné a 2 havonta ülésező tanács eredményeiről és munkájáról is szólt. Annak érdekében, hogy az idős emberek életének minél több részletébe beható segítséget tudjunk nyújtani, rendszeresen meghívunk üléseinkre olyan szervezeti vezetőket, akiktől egyrészt tájékoztatást kérünk az adott területen az idősekre vonatkozóan, másrészt tolmácsoljuk feléjük az idős emberek igényeit, javaslatait. A világnapi műsort a Nyíregyházi Televízió által az elmúlt esztendő legfontosabb történéseiről készült kisfilmje színesítette. Majd a vendéglátással, szűrési lehetőségekkel kiegészített kötetlen beszélgetést megelőzően a színház művészei adtak szórakoztató műsort, ismert operettek slágereiből összeállítva. Az NI Hungary Kft. És a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola 3 éves sikeres együttműködése kapcsán a debreceni gyár most 6 asztali számítógépet és 2 laptopot ajándékozott az iskolának. Mindkét fél érdekelt a gyakorlati szakképzés megvalósításában, hiszen így jó szakemberek kerülhetnek a munkaerőpiacra. Immár 3 éves az NI Hungary Kft. És a Bánki Donát Műszaki Középiskola kapcsolata. A sajtótájékoztatón elhangzott, az elektronikai ipar elemi érdeke, hogy a műszaki szakközépiskolák kiválóan működjenek és tanműhelyeik jól felszereltek legyenek.
A tanulóknak először itt kell megszerezni az alaptudást és elsajátítaniuk a precíz, pontos munkavégzést. Az NI Hungary Kft. 2001-es debreceni megalakulása óta a régióban nagyon sokat tett azért, hogy az érdeklődő diákok szakmai fejlődését biztosítsa. Erre jó példa a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolával kialakított sikeres együttműködés. Mi a mérés automatizálás és a számítógép vezérelte teszteléssel foglalkozunk. Több mint 3000 darab, 3000 féle termékünk van. Az ország 48. legnagyobb cége vagyunk árbevétel szerint, és hát az iskolával keressük a kapcsolatot, mert érezzük, hogy a szakember utánpótlás az egyre nehezebb és kihívásosabb feladat lesz. Az együttműködés keretében az NI Hungary Kft. Most 6 asztali számítógépet és 2 laptopot hozott a középiskolának, és miután aláírták az ajándékozási szerződést, ünnepélyesen is átadták a számítástechnikai eszközöket. Kapcsolatunknak az egyik lényege az, hogy a céghez munkaerőt tudunk szállítani, és a tanulók is úgy tekintenek erre a dologra, erre a történetre, hogy sokan szeretnének elhelyezkedni az NI Hungary-nél, mert méltán világhírű ez a cég. A tanulók oda kijárnak tanulni, megtekintik a legújabb technológiákat, technikákat, minden évben, illetve most már egy második éve, kicsit túlzás volt a minden évben, második éve ugye heti egyszer, napi 8 órában gyakorlati foglalkozáson vesznek részt, ahol a termelésben konkrétan bekerülve technikusok mellett megtanulják a méréseket, forrasztásokat, különféle diagnosztikai eszközök használatát. 2015 nyarától a Nyíregyházi iskola diákjai az NI Hungary Kft.-nél töltik a nyári gyakorlatukat is, a szállás és helyi úti költséget is a gyár támogatja. Az iskola a cégtől tavaly 2 darab szervert, mérőeszközöket, műszereket és szoftvereket is kapott. A szaktanárok a közelmúltban egy egynapos oktatáson is részt vettek, ahol a gyártás technológia, az alkatrész és termékismeret volt a fókuszban. Most kell felelősségteljes döntést hozni az ország jövőjéről, mert ha nem tesszük meg, annak visszafordíthatatlan következményei lehetnek. Ezt mondta Petneházy Attila ma a Kossuth téren. A Fidesz-KDNP nyíregyházi országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy már csak 2 nap van a népszavazásig, és egy olyan kérdést kell a polgároknak megválaszolni, ami hosszú évekre meghatározza az ország és benne Nyíregyháza sorsát is. A politikus arról is beszélt, hogy nagyon örül, hogy civil szervezetek is a kormány mellé álltak ebben a kérdésben, ugyanakkor továbbra sem érti a baloldalt, amely szerint az elmúlt hetekben össze-vissza beszélt a migráns ügyről. Hozzáfűzte, úgy látja, a nyíregyházi baloldal a pártérdekeknek rendelte alá a város érdekeit, és ezt felelőtlenségnek tartja. Mindenkit óvok attól, hogy a lustaság, hogy a közöny, hogy esetleg bármi más távol tartsa vasárnap a népszavazástól. Még egyszer nem javíthatunk. Kérek mindenkit nagy tisztelettel városunk nevébe, gyermekeink nevébe, és majd a utánunk következő generációk nevébe is, hogy ő miattuk legyünk ott vasárnap, és nemmel szavazzunk. A munkáspárt városi elnöke Szabó Zoltán az október 2-ai népszavazás jelentőségéről tartott sajtótájékoztatót. A politikus arra szólította fel a választópolgárokat, vasárnap menjenek el szavazni, és a nem mellett tegyék le voksukat. Azt mondta, a választás nem pártpolitikai kérdés, hanem tétje van. Hozzátette, a szolidaritás lényege, hogy ott kell segíteni, ahol a baj van, és nem a lakosságot kell elüldözni. A Magyar Munkáspárt arra szólít minden választópolgár, hogy éljen az észrevazás adta lehetőséggel, menjen el szavazni, és szavazzon nemmel. Most valóban a jövőnk a téd. Egész napos meseolvasással tisztelektek a nagy mesemondó Benedek Elek előtt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az intézményben már hagyomány, hogy a népmese napján olyan programokat szerveznek, amely felkelti a legkisebbek érdeklődését a könyvek, az olvasás iránt. Jó napot, favágó! Meg tudnám mutatni neked itt a kivezető utat, eltévedtem. A favágó fel se néz a munkájából, csak tovább vágja a fát. A megszokottól eltérő szerepben mesét mondott a gyerekeknek Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere.
A népmese napja alkalmából szórakoztatta a kicsiket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol már hagyomány, hogy Benedekelek születésnapján egésznapos meseolvasással és mesemondással várják a város óvodásait és kisiskolásait. A legjobb esetben nem hagyományról beszélünk, hanem egy élő kultúráról, hiszen akinek van gyermeke, meg ő maga is volt gyermek, gyereke, unokája, vagy éppen a családban kisebb gyermek, akkor az, hogy mesét mondunk az ő számára, az jön magától, belülről jön. És ez a kultúra, ez él. Persze hagyománya van, mert azért ez a népmesék is több évszázad alatt alakultak ki, változnak, szájról szájra terjednek, időnként leírják, ugye Benedek apónak van a születésnapja. Tehát nagyon fontos, persze hagyományként is megállja a helyét ez a dolog, de én azt gondolom, hogy mindenkább az a feladatunk, hogy élővé tegyük. A könyvtárban egész nap mesét hallgathattak a gyerekek, országgyűlési és önkormányzati képviselők, városi intézmények vezetői és egyesületek tagjai olvastak vagy mondtak mesét a kicsiknek. Már 2005 óta csatlakoztunk a Magyar Olvasás Társaság felhívásához, hiszen egyik legfontosabb feladata a könyvtárnak az olvasóvá nevelés. És ez a program lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekeknek meséljünk, mert a gyereknek mese kell. Ugye ezzel nő a fantáziája, nő a szókincse, különböző pszichológiai tanulmányok szólnak erről, hogy milyen jó, hogyha minél előbb elkezdenek mesét hallgatni. A könyvtár dolgozói ezzel a nappal szerették volna felhívni a figyelmet a népmese fontosságára, hiszen azok örökítik meg a népi kultúrát és őrzik a hagyományokat. A rendezvény célja volt az is, hogy olvasóvá neveljék a gyerekeket. Nagyon szeretem a meséket, meg szoktak nekem olvasni, meg én is szoktam a testvéremnek esti meséket olvasni. A legkisebbek délután 6 óráig folyamatosan részt vehettek mesehallgatáson Benedekelek születésnapjának évfordulóján. Ezüst minősítéssel tért haza a nyíregyházi lengyel dalárda a 10. Nemzetközi Kórus Fesztiválról. A szeptember közepén Sátoralja új helyen rendezett eseményen több hazai és határon túli kórus mérte összetudását. Szeptember 16-a és 18-a között rendezték meg Sátoralja új helyen a 10. Nemzetközi Kórus Fesztivált és versenyt. Az eseményen a nyíregyházi lengyel dalárda is képviseltette magát. A csapatra még tavaly az országos lengyel találkozón egy kórusvezető figyelt fel, aki meginvitálta őket a Sátoralja újhelyi versenyre. Az idén 5 éves nyíregyházi lengyel dalárda tagjai kezdetben nem nagyon bíztak a sikerben, de kitartóan gyakoroltak, amelynek meg is lett az eredménye. A kóta zsűrije ezüst minősítéssel jutalmazta a nyíregyháziak produkcióját. Nagyon nagy öröm ez az énekkar számára, mert az énekkar életében az első alkalom, hogy ilyennel részt vehetett, mind a mellett, hogy hangversenyeken és versenyeken jártunk Zsesóvba, Kosinán, Pesten, Egerbe, Szolnokon, tehát több helyen is, de igazából még ilyen megmérettetés, ez volt az első az életében a csapatnak. De nem csak a dalárda, hanem az annak több tagjából álló nyíregyházi lengyel közösség is igen aktív. Nincs olyan rendezvény, amelyen ne jelennének meg. Képviselik és őrzik hagyományaikat mind a kultúra, mind a gasztronómia területén. Legutóbb a Sóstói Múzeumfaluban találkozhattak velük a látogatók. Tulajdonképpen a lengyel kultúra és a magyar kultúra annyira hasonlít egymáshoz, hogy mi így úgy érzem, hogy teljesebb életet tudunk élni. A másik, hogy a lengyelségnek a hangulatát a Nyíregyházán létrejött lengyel-magyar baráti társaságba szeretnénk átvinni, és ez az egész csoport azért működik így, mert az alapelvek tiszták. Tudjunk együtt örülni, mert ez lenne az életünknek a célja. A dalárda a közeljövőben versenyre nem készül, ugyanakkor október 28-án a zeneiskolában jubileumi hangversenyre várják az érdeklődőket, ahol az elmúlt 5 esztendő dalaiból csendül majd fel egy válogatás. Születeltek a Kerekerdő óvoda gyermekei. Hogy mitől volt különleges a mulatság, az rövidesen kiderül. Előtte azonban még nézzük a nap további híreit. Csütörtök délután a Fészek utcán egy álló személygépkocsinak tolatott egy terepjáró. A személyi sérülés nélkül járó balesetben anyagi kár keletkezett. Súlyos baleset történt csütörtök délután a Kálói úton a templomnál.
A Pittypang utcai csomópontnál egy autó előzött egy másikat, de a sofőr időben már nem tudott visszasorolni a saját forgalmi sávjába. Ekkor a szemből érkező motorossal ütközött. A kétkerekűt vezető 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A Korányi Frigyes utcán jó ütemben haladnak az aszfaltozási munkálatok. Közel 500 méteren járdát és kerékpárutat újít fel a Nyírvévé Nonprofit Kft. A feladatok egy részével már végeztek a munkások, az utómunkálatok azonban október első hetében még folytatódnak. Ezért kérik az arra közlekedők türelmét és megértését. A Bocskai utcán forgalomkorlátozásra számítsanak a sofőrök a Kálmán utcai csomópontnál, ugyanis közműhelyreállítási munkálatokat végeztet a város. Mindkét irányban óvatosan vezessenek az arra járók. A Bocskai utca elején az ügyészség előtt a járda felújítását végzik, ezért a leálló sávot és a buszöböl egy részét nem használhatják a közlekedők. A forgalomkorlátozás hétvégén is tart az érintett szakaszokon. Szüreti mulatságot rendeztek az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő tagintézményében. Az Így Tedd Rá néptáncos módszertani referencia intézményben már hagyomány, hogy minden ősszel felelevenítik a szőlővel kapcsolatos népi hagyományokat. Ropták a táncot a Kerekerdő óvoda Így Tedd Rá módszere alapján néptáncot tanuló gyermekei a szüreti mulatságon. Amíg ők táncoltak, egy másik csoport szülő darált, egy harmadik pedig őszi formákból kézműves sportékákat készített. Ez alatt a kemencében sült a házi pogácsa. A Sóstói úti óvodában már hagyomány, hogy minden nevelési évben szüretet tartanak. A szüreti mulatságnak a lényege tulajdonképpen maga a tánc kibontakoztatása, a jó kedv, az öröm, a gyerekek felszabadultan érezzék magukat, és hogy egy ilyen tevékenységben is, akár mondhatjuk azt, hogy a munka tevékenységében is egy kicsit részt vállalhatnak. Az óvodapedagógusok szerint ez nagyon fontos a felpörgött, elgépiesedett világban, hiszen ilyenkor a gyerekeknek lehetőségük van az elcsendesedésre és arra, hogy megismerjék, milyen feladatokat végeztek egykorun őseik. A hagyományőrző programokat a kicsik is kedvelték. Itt a Ovidban szőlőbor készítünk, és szeti dalokat énekelünk. A szőlőből készült ételeket és a mustot a gyerekek megkóstolták, majd közös tánccal zárták az idei szüreti mulatságot. Ma rendezték Nyíregyházán a Városi Diák Sportnapot. Az eseményen több száz gyerek érkezett a megyeszékhely intézményeiből. Számos sportágat kipróbálhattak és összemérhették erejüket. Nyíregyháza és a Megyei Diák Sport Egyesület egy együttműködési megállapodást is aláírt a rendezvényen. Folyamatosan érkeztek a gyerekek pénteken reggel a városi stadionba. A Diáksport napra több százan jöttek, és a közös bemelegítés után több sportágat is kipróbálhattak a résztvevők. Lehetett kungfúzni, focizni, volt verseny streetballban és strandröplabdában is. Az eseményen Nyíregyháza és a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület egy együttműködési szerződést is aláírt. Eddig is remek volt a kapcsolat, rengeteget segített, azt hiszem nem csak a nyíregyházi sportéletnek, diáksportéletnek, hanem a megyei diáksportéletnek is, Nyíregyháza megyei jugváros önkormányzata. Most ezt azért szerettük volna egy kicsit intézményesíteni, és ezért születik ez az együttműködési megállapodás. Az együttműködési megállapodás pedig természetesen a sportesemények közös megvalósítására terjed ki elsősorban, és emellett pedig azokat az infrastruktúrális háttérbiztosításokat, amely akár intézmények, sportlétesítmények, vagy akár humán erőforrás tekintetében is a segítségünkre lehet, ez is benne van, illetve természetesen közös programjainkon túl meg is jelentetjük egymást rendezvényein kölcsönösen a szervezeteket, tehát a mi rendezvényeinken Nyíregyházán megyei jugváros, mint támogató megjelenik, és a nyíregyházi rendezvényeken pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport Egyesület szintén. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy gyümölcsöző és nagyon eredményes együttműködés első lépése. Az együttműködésnek köszönhetően a megye és a város nagyobb eséllyel pályázik diákolimpiai döntők rendezésére. Jövőre több finálé is lehet Nyíregyházán. Ez azt gondolom az infrastruktúra fejlesztés is sokat segít. A sportcsarnok már elkészült,
atlétikai centrum tervezése folyik. Szeretnénk egy uszodát, jégcsarnokot, és hát itt a stadionban is vannak fejlesztési tervek és előkészítő munkák zajlanak. Azt gondolom, hogy minden adottságunk, lehetőségünk megvan már ahhoz, hogy országos rendezvényeket is szervezzünk. A Diáksport napon váltófutás, illetve kötélhúzás után kiderült, mely iskolák a leggyorsabbak, illetve a legerősebbek. Az iskolások közösen is futhattak, és így teljesítették a 2016 méteres távot. Híradónk végén nézzük fő híreinket még egyszer néhány mondatban. Együtt köszöntötték a város és a megye nyugdíjasait az Idősek Világnapja alkalmából. A Nyíregyházi és a Szabolcsi megyei önkormányzat, valamint a helyi idősügyi tanács és megyei család esélyteremtési és önkéntes ház meghívására több százan érkeztek a nemrég újjávarázsolt Continental Arénába, hogy egy ünnepi műsorral, vendéglátással, szűrésekkel teljes, kellemes délután töltsenek el közösen. Az NI Hungary Kft. És a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola 3 éves sikeres együttműködése kapcsán a debreceni gyár most 6 asztali számítógépet és 2 laptopot ajándékozott az iskolának. Mindkét fél érdekelt a gyakorlati szakképzés megvalósításában, hiszen így jó szakemberek kerülhetnek a munkaerőpiacra. Egész napos meseolvasással tisztelegtek a nagy mesemondó Benedek Elek előtt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az intézményben már hagyomány, hogy a népmese napján olyan programokat szerveznek, amely felkelti a legkisebbek érdeklődését a könyvek, az olvasás iránt. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés. Legfrissebb hírekkel pedig hétfőn este várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, viszontlátásra!